Akadálypálya, kresztáblás kirakó és játékos kvíz kérdések segítségével tanulhattak az iskolások a bűn és baleset megelőzésről. Évközben több hasonló programmal is készülnek az egyenruhások, különféle előadásokon vehetnek részt a gyerekek, de beszélgethetnek a rendőrökkel és kérdezhetnek is tőlük az iskolában. A rendőrség számára a gyermekek védelme és a közlekedési nevelő munkában való aktív részvétel immár évtizedek óta az egyik legkiemeltebb feladat. Székesfehérvár 47 iskolájában 27 iskola rendőr van jelen. Legfőbb cél a kapcsolattartás és a prevenció. A fő cél ugye elsősorban a kapcsolattartás az iskola és a rendőrség között, és ezen belül felkérésre, vagy pedig önállóan elkezdjük a megelőzési munkát, de ugyanígy vonatkozik ez a megelőzés a bűnmegelőzési vonalon is. Minden évben elismerik azokat, akik kiemelkedő munkát végeznek ezen a területen. Fehérvár megyéből Májer László rendőrőrnagy, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztály kiemelt főelőadója vehette át magas színvonalon és precizitással végzett munkái elismeréseként az éviskola rendőre díjat. Májer László már több elismerést is magáénak tudhat. Néhány éve vehette át a Székesfehérvár közbiztonságáért díjat, de volt már évrendőre a városban, és az évrendőre miniszteri díjat is magáénak tudhatja. De mint azt elmondta, a gyerekek tanítása az, ami igazán fontos, és ebben találta meg a helyét. Mindig úgy jött magával, hogy mindig a gyerekekkel, a fiatalokkal foglalkozom, és ez úgy beivódott az emberbe. Én azt mondom, hogy ennek az egész dolognak, hogy az ember a gyerekekkel tudjon foglalkozni, kell egy olyan affinitás, ami nem tudni, hogy honnan jön. Ez csak úgy jön. Az iskola rendőre program 2008. szeptember 1-én indult útjára, melynek célja a kisiskolások biztonságos és balesetmentes közlekedésre nevelése, a közlekedési ismereteik bővítése, valamint a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők felderítése és azok megszüntetése.